Volt még tavaly év elején egy hatalmas média megjelenés a cápák közöttben, aztán pedig volt szerencsém kicsit kísérni azt, amit a TikTok Production-nál, a legújabb startuppal, amivel foglalkozol, hogy abban, hogy a mentél így keresztül, nagyon sok vízválasztó időszak volt az elmúlt évben. Hát először is indult ezzel a gyönyörű szép szerepléssel. Akkor azt gondoltam, hogy azért szívem szerint kitörölnék inkább az életemből, de megtaláltam benne olyan pontokat, ami óriási tanulság volt, és az egyik legnagyobb felismerés az volt, hogy ez a pofon, ez nagyon kellett ahhoz, hogy le tudjam vetni úgy igazán az egyik állarcomat, amivel egyébként önmagamat védtem. Volt bennem egy olyan működés, hogy nagyon jónak kell mutatnom magam, egy profi vállalkozónak, aki persze gazdag, sok pénze van, rendben van magával. Hát emögött ugye általában inkább önértékelési problémák vannak, és ez nálam sem volt másképp. Komoly problémáim voltak magammal, sokkal többet vártam el magamtól. Értem el szerencsére sok mindenben sikereket, de kicsit ilyen képmutatásban jelent meg, és hát ez azért több ponton vérzett. Úgyhogy ott ezen elkezdtem sokkal erősebben változtatni, mint eddig.